Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket a boldog Sarkaházi Sára Egyházi Iskola Központ karácsonyi műsorán. Felkérem iskolánk igazgatóját, Nagy István, tartsa meg ünnepi beszédét. Jó szórakozást kívánok! Groska Róbertet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves jelenlévők! Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit karácsonyi műsorunkon. Advent van. Közösen számláljuk a napokat és várakozunk. Vajon mennyi időnek kell még eltelnie, hogy megszülessen bennünk is a megváltó? Úgy érzem, ez sokszor csak rajtunk múlik. Őszintén megvalva, minden évben sokat töprengem, mit is mondjak önöknek, itt a színpadon állva, a gyermekeiket látni vágyó szülőknek, nagyszülőknek, barátoknak, ismerősöknek. Mindig valami belső késztetést érzek, hogy egy-egy maradandó gondolattal élménnyel rukkoljak elő, amiről még majd otthon is lehet beszélgetni. Ami hitet ad az elkövetkező időszakra. Esetleg megerősít minket. Idén valahogy késett az ihlet. Már-már kezdtem aggódni, hogy nem is lesz szövegem. Talán már mindent elmondtunk. Azon gondolkodtam, olyan sokszor és sokat beszéltünk mindenről, hogy csak ismételném önmagam. Többek között Jézus születéséről, határtalan szeretetéről, a családok jelentőségéről, az égi jelekről, az ünnepek fontosságáról, a békéről. Aztán jött az égi sugallat, hogy ma itt mindenki előtt azt kell valahogy megfogalmaznom, ami a szavaknál sokkal fontosabb, amit legbelül mindannyian érzünk. Nem más ez, mint a csoda. Ilyenkor, amikor együtt vagyunk, közösen vágyunk arra, hogy lássuk és halljuk gyermekeinket. Együtt dobban a szívünk, a versek, dalok hallatán, felgyorsul szíverésünk, kimelegszünk, esetleg néha még könnyezünk. A pillanat élménye elvarázsol. Valami megmagyarázhatatlan érzés lesz úrrá rajtunk. A közösségben megélt boldogság, öröm, elégedettség érzése. Az isteni csoda itt van közöttünk. Mindig. Csak az a fontos, hogy vegyük néha észre. Márai Sándor is ír a csodáról füves könyvében. Engedjék meg, hogy idézzem. Te nem hiszel a csodában? Tagadod? Nézd csak, nem győzhetlek meg, mert a csoda legfőbb ismertetőjele, hogy csodálatos. Nem lehet bizonyítani. Nem jár két lábon, nem lehet fényképezni, nincsenek telekkönyvi, sem anyakönyvi adatai. A csoda egészen egyszerűen megnyilatkozik. S néha csak sokkal később értjük meg, mi volt a csoda, hogyan avatkozott életünkbe. Lényegét nem tudom megmutatni, sem bizonyítani. De gondolj talán arra, hogy már a létezés ténye is milyen csodaszerű. Az, hogy megszülettél, élsz, s egy napon meghalsz. Mindezt természetesnek érzed? Akkor vaksi vagy és botfülű. Már a valóság is csoda, felfoghatatlan. A világ lélek a csoda, mely mindenkiben megnyilatkozik. Ezért vagyok hívő, mert a világ lelke bennem is megnyilatkozik, írja Márai. Nos, sokszor éreztem már én is hasonlóan életem során. Talán ez a legfontosabb karácsonyi üzenet. Kívánom, hogy az ünnep közelettével minden család élje meg a csodát. Higgyék el, sok helyen megtalálható. Lelkünk húrján való rezgése pedig egészen bizonyossá teszi létezését. Benne van egy-egy aprócska tekintetben, mosolyban, gesztusban, épp úgy, mint életünk nagyobb történéseiben. Adjon erőt és hitet legszebb ünnepünk az elkövetkező esztendő minden napjára.
Nézzünk őszintén, bátran egymás szemébe. Hassa át le életünket, Krisztus Urunk szeretete. Engedjük, hogy megtörténjen a csoda. Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek! Jött már a karácsony, borzos szakállával, szegély rossz bakáncsom, nem győzöm szalmával. Jöttünk köszönteni a ház minden népét, adjon a jó Isten szép karácsonyi estét! Ünnepén az a kíváncságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, amilyen bent lakik az emberek.
Adjon Isten füvet, fát, teli pincét, kamarát, egészséget, nyugalmat, boldogságot hazánknak! A síval szorongatja a torkomat. Annyival érzem a szeretetet. Na készülődjünk az orvoshoz. Nézd csak, egy 30 év körüli férfi közeledik az üzletünk felé. Jó ég, karácsony este, az utolsó percben is vendég. Kávét már nem tudok főzni. Kávén nincs, mindjárt zárunk. Mit adhatok? Leülhetek. Tessék. Mit adhatok? Bort. Vöröset. Van vörösbor? Igen, van. Most csak éppen ez hiányzott. Innának velem. Nem, uram, köszönjük. Szerettem volna, ha... Nem, uram, nem. Nézd csak, milyen a keze. Látod? Valami történt vele. Véres. Na, ugye? Szerettem volna, ha velem isznak. Az a helyzet, hogy nincs hová mennem. Nincs? Senkim sincs. Nem tölthetnénk együtt a mai estét. Viccel, uram? Nem. Egészen komolyan kérdeztem. Ne haragudjon, egy vadidegennel. Különben is, karácsony este van. Nézzem a rád, meg kantálok. Egy karácsony éjszakája, Jézus születése napján, ma ölelünk. Igen, különben is. Ha nem tudna, ilyenkor mindenki siet haza. De éppen most mondtam. Én nem mehetek sehova. Azám maga bajam. Úgy véli. Igyon, uram, igyon! Siessen, ha megkérhetem rá. Csak nem akar elkergetni. De. Szóval nem tartanak velem. Ezen a napon se. És mi legyen mondjuk azokkal, akik nem mehetnek sehova se. Mit tudom én? Magát se érdekli ez. Engem nem. Úgy gondolja, hogy nem is érdemes erről beszélni. Engem nem érdekel. Hát mi érdekli magát? Nézze, uram, nem kötelességünk társadalomni, és mindjárt zárnunk el. Hová sietnek? Bejön ide és kötözködik. Szó sincs ilyesmiről, csak szeretném megtudni, hogyan rendezték be a világot. Éppen tőlünk? Éppen záróra előtt egy perce? Hát jó. A világot úgy rendezték be, hogy mindenki megtalálhassa a boldogulását. Nagyon jó kis világ ez. Még ha magának valamiért nem is tetszik. Tudja? Ügyességre szoktak. Aki nem boldogul, az magára vessen. És ne kötözködjön azokkal, akik szerencsésebbek. Szóval így? Mi nem tettünk arról, hogy maga egyedül van. És ha valamit pekhes, ne velünk tudja. Mert magukat ez nem érdekli. Igaz? Nem itaz vele. Nézze, uram, maga csak igazán örülhet annak, hogy nem kérdezem meg, mitől véres a keze.
Erre a sebbre gondol. Nem firtatom, mitől van, pedig tehetném. A maga fajtáról sok mindent feltételez az ember. De csak arra kérem, igye meg a borát és távozzon. Azon is van egy sér. Nem érdekelnek a sebei, megmondtam. Pedig érdekelhetnék. Nem akarok beavatkozni a dolgaiba. Ismétlem, csak arra kérem. Pedig beavatkozik, csak nem úgy, ahogy maga gondolja. Nem, uram. Lehet, hogy csak véletlen sebesült meg. De az is lehet, hogy az sebek nem véletlenek. Faj, ne tehetnénk valamit? Mi ezeket a sebeket nem látunk. Minket nem fog belekeverni semmibe. Mi baj van? Semmi. Az úr éppen fizetni akar és távozik. Zárunk. Igen, zárunk. Oda nézzen, az inge is az oldalon. Telefonálni kellene a rendőrségre. Most, ugyan. Nem nagyon örülnének, hogy ilyenkor. Tudjál, karácsony estén. Na még aztán minket izzaklatnának. Meg ma valva csalód. A fene egye meg, hogy éppen ide. Jó van, akkor dobja ki mielőtt. Ezek a sebek. Menjen innen, 5:30 és távozzon, mert zár. Csak emlékeztetni szeretném. Ne szeressen semmit. A tenyeremen, az oldalamon és a lábfejemen. Ezen az estén. Örüljön, hogy ezen az estén nem akarunk tudni a maga dolgairól semmit. Éppen egy ilyen békés estén. Megértette? Mostkor nem úsznál meg. 5:30 is alaszolgálja. Na gyorsan, lehúzni a rollót. Elment. Meg se itt táborált. Majd holnap eladjuk. Igen, a holnapi rumliban. Gond egy pillanat, amikor megesett rajta a szívemnek. Ez már a te formád. Még az ilyen alakokat is képes vagy megsajnálni. Na, menjünk! Jó kezdődik ez a karácsony. Szívemnek, drága szülöttje, sok fáradtság után nem lehettél méltó szállás Betlehem tájékán. Nyugodjál hát szűz karomon, nyugodt csendesség. Látod,
lenne háznak ura? Aki ezt nem hiszi, csupán csak nyájasság. Glória, glória, József és Mária. Glória, glória, József és Mária. De pajtás, angyalszó! Nem angyalszó! A kakasok kukorékolnak a góréban. Nagy örömet hirdetek, mert kisgyermek született Betlehemben. Ő az, akit vártatok, kit mindenki áhított. Békét
kitosz közöttetek, és a világ királya lesz. Jézus a neve! A kis Jézus megszületett örvendünk, eltöltötte őszent fiát Istenünk. Betlehemben fekszik rongyos jászolban, azért van, hogy fényesség a városban. Eleibe térde belünk mindnyájan, örvendezve énekel. Én bizonyosan kerekedek, megkeresem Betlehemet, Betlehemben a kisdedet. Nem bánom, menjünk el! De ne puszt a kézzel, vigyünk ajándékot nagy bőséggel! Kinek mi a vagyon, adjan egy jó szívvel, hogy meddék élhessünk a mi Istenünkkel! Kelj fel, öreg! Mondd hangosabban, mert nem hallja! Öreg, nyisd fel szemeidet! Nyisd ki süketséggel beteg füleidet! Hadd a mennyei szép éneklést! Jaj, de furcsát álmodtam, Betlehem városát egy nagy tűzben láttam. Jaj, de nagyon félek! Ne féljen, kendőre, velünk a jóisten, csak jöjjön a batom csörgése után. Aranyat, tömjét, mirhát, kérve kérünk,
Kicsi szemét fej is nincsen, mosolyod már a Jézusta. Mosolyt jártán topod, medétezted a pásztorot. Pásztorok, pásztorok, körbenvezve, sietnek Jézushoz Betlehembe. Köszönt is mondanak a kis dednek, kiváltságot hozott az embernek. Köszönt is mondanak felségednek, mint az egész nyáron nagy kínnal kerestem. Mégis felségednek nagy jó szívvel adom. Adjál te is, pajtás! Ó, én kicsi Jézusom, nem én bűnös vagyok. Vegy jó mévem tőlem ezt a kicsi sajtot. Adjál te is, pajtás! Ó, én kicsi Jézusom, hát én mivel tudjak kedveskedni? Én neked baranykat, sajtot, e féléket nem adhatok, de offerálok egy csupor aludtejet. Ó, én kicsi Jézusom, offerálok egy zsöndörbálány. Ó, én kicsi Jézusom, offerálok neked egy cserpak zsendicét. Ó, én kicsi Jézusom, hát én mit offeráljak neked? Offerálok neked egy kecskegidom. Jó lesz-e, ha? Jó lesz! Gyere, öreg, offerára! Hova? Vacsorára! Nem öreg, offerára! A kis Jézust imádni! Hát az a nagyfényes! Gyertyalan öreg! Hát az a gyapjas szőrű, kis barány öreg. Hát az a nagy fülű, a kis szemár öreg. Hát a kis Jézuska hol van? Ott fekszik a jászolban, szegény nyuszolyában, nézd bele jól. Már látom, az a kis szőke ott rúgkapálódzik. Hú, de fényes van, édes kis Jézusom, hát én mit adjak neked? Baranybőrbundámmal szépen betakarlak. Az ő adeszen szálljon rátok, a mennyei atyátok minden jóval bőségesen, szolgáljatok hűségesen, halálig hitetek benne, hogy fel nem fog az elme. Istené legyetek, gond is erő szeretetek, kísérlen az életbe. Köszönöm, pásztorok, hogy eljöttetek, s kívánom, hogy a mennybe koronát nyerjetek. Úgyhogy! A jászolt mind körbeveszik, kis Jézust ünnepelik. Csillag ragyog égi réten, a jászolban fekszik szépen, zsonypójába betakarva az új szülött kis Jézuska. Kedves jó emberek, ünnepelni jöttek! A kis Jézus megszületett, távol, messze keleten, amint jövendölték régen e város Betlehem. Nem pompában, nem kastélyban látta meg a világot, szerette a szegényeket, megmutatta ő már ott. Bálángistálóban dajkált a jó anyját, dalott neki szépen, szizegett a szálmát. Most is itt van közöttünk, kér, szívetekben kis helyet kér. Fogadjátok beleg szóval, hálmozzátok minden jóval. Daloljatok ti is néki, hálát szívetek szereti. Erős hittel imádjátok, bűnnel meg ne dobáljátok. Olyan szép, ő jóságos, mindenkihez barátságos. Bőven árad szent kegyelmes, vár minket a mennyekben. Látod,
kedves gyerekek! A Boldog Sárkáházi Sára egyházi iskola mellett működő szülői szövetség vezetősége nevében szeretném megköszönni a felkészítő tanárok Nagy Éva, Nagy Imre, Szaniszló Mária, Bányász Ivet, Novák Andrea, Pogány Éva és Dobos Beáta áldozatos munkáját, és nagy köszönet tartozik nektek, gyerekek, hogy évről évre szebbé teszitek nekünk az ünnepeket. A kisdedi Jézust a szálmaszálak melegítették a jászolban. Minden jó cselekedetünk, segítőkéz, vigasztaló mosoly, az idő, amikor kikapcsolom a tévét, a mobilt, számítógépet, hogy társas játékozzak a gyerekekkel, vagy segítsek valakinek, mind-mind egy szálmaszál az Úr Jézus jászlában. Gyűjtsünk minél több szálmaszálat karácsonyig a betlehemi jászolban, és hiszem, hogy a szeretet, a béke, a megértés melege beragyogja a családjainkat, iskolánkat, városunkat, beragyogja a világot. Ezt kívánom szívből minden jelenlévőnek, nem csak a karácsonyi ünnepek alatt, de az új év minden napján. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Istennek dicsőség! Dicsőség Jézus Krisztusnak!